Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Üdvözlöm a nézőket, a Pax TV Kortárs Töltör című műsorát látják. Én Mlinárik Marian vagyok, beszélgető társam pedig Serfőző Attila. Én is üdvözlöm a kedves nézőket. Attila, te neveddel rengeteg helyen lehet találkozni. Hogyan mutatnád be magad pár mondatban? 1960. júliusában születtem Debrecenben. Elég sanyarú körülmények között nőttem fel, de úgy is lehet mondani, hogy a Debrecen Angyalföld térén előbb pofon vágtak, aztán köszöntek az emberek, nyilván ez errefelé is így volt. Épp ezért nagyon sok minden arra biztatott, hogy azt a közeget hagyjam el. Ez úgy történt, hogy a gimnázium után 1978-ban Németországba mentem, Dresdába, hogy ha más nem, egy szakmát is tanuljak. Na, ez csodálatos élmény volt ott nekem, mert közelebb tudtam kerülni a képzőművészethez, ami egyébként úgy mindig bennem munkált, ott egy képzőművészeti kör tagjaként. És aztán miután hazajöttem, ez végig kísérte az utamat, ez a képzőművészettel való foglalkozás. Mondanom sem kell, hogy a családunkban azért képzőművész van néhány, három festőt számolunk és egy szobrászt. Miután hazajöttem, de hát azt gondolom, nem is vágok így a életem közepébe, hanem megnősültem, van két kislányom és egy fiam, egy vállalkozást irányítok, exportálok Svájcba egy árut. Olvastam korábban készült riportokban, hogy boxoltál. Miért kezdtél el boxolni? Mint említettem, ugye olyan környéken nőttem fel, hogy nem ártott, ha az ember bátran néz a másik szemébe. És meg hát az iskolatársaim többen is ökölvívással foglalkoztak. És ott az iskola, az általános iskolában, ahol jártam, lett egy ökölvívó kör. Én is eljártam, megszerettem ezt a sportot, és aztán már nem azért, hogy megvédjem magam, hát közösen, aki komolyan űzi, az nem azért űzi, mert saját magát akarja megvédeni, hanem megtanít sok mindenre, egyenes derékra, a fair play-re, hogy őszinte legyél a másikkal, és ha sokan nem bíznak még benned, akkor mutasd meg, hogy még nyerhetsz. Azért ez a box nagyon távol esik, vagy látszólag nagyon távol esik a művészetettől. Hogyan jött, hogy elkezdtél festeni, verseket írsz, nem tudom még mit csinálsz? Ez úgy volt, hogy tehát az ökölvívást én abban hagytam, mikor kikerültem Németországba, tehát 78-ban, úgy, mint sportoló. Egyébként most is az ökölvívás mellett vagyok, mert a DVSZ-nek alelnöke vagyok, a Debreceni és VSZ-nek, az ökölvívó szakosztálynak, és nemzetközi bíró is vagyok, tehát még mindig a szorítóban vagyok, de már mint bíró. Tehát miután abba hagytam az ökölvívást, a művészet irányába fordultam, persze a drezdai élmények miatt is, és aztán miután hazakerültem Magyarországra,
inkább a családalapítás, a család biztonsága volt a fontos számomra, mint sem, hogy a képzőművészettel foglalkozok. Nem tudtam, mert egy teljesen más világ volt még akkor, egy teljesen más világ. Én nem tudtam megengedni magamnak, hogy kiállításokat szervezzek, egy vásznat nem tudtam volna venni, mert komoly költségek. És hát segítőm sem volt. Végül is úgy lett, hogy elmentem egy szabadiskolába, Potyók Tamás volt az első tanárom, egy festőművész, nagyon-nagyon nagyra tartom, és az alapokat tőle szereztem már meg, az igazi festészetet, ami számomra jelenti. De ez is már csak azután, miután a családomat, meg a saját anyagi biztonságomat pontosan tudtam, hogy hol tart, megengedhetem most már ezt magamnak. Szabadság. Riglie kencéért visít, zsibbad betűit feszíti a jelleg nélküli elviség. Követel, nem hallgat misét, még kalitkája zárva, pikkely szárnyakkal repül a talmi valóságba. Említetted Dresdát. Milyen meghatározó élmények értek ott? Dresdáról írtam is egy kis novellát. Legalább annyira befolyásolta az életemet, mint az ökölvívás. Az ökölvívás is, amit mondtam, hogy egy sötét sikátorba bátran bemegyek, de nem csak azért, mert esetleg vissza tudok ütni, hanem tudom, hogy ott engem semmi baj nem érhet a szószoros értelemben. A Dresda az nekem mindig visszatérő álom, ugyanis a fiatalságomat jelentette egy 18 éves srác, aki bement a 100 fővárosba, ez egy csodálatos főváros volt, vagy most még szebb talán, vagy jártam nyilván azóta. Meghatározott mindent, a szerelmet, a barátokat, a felnőtté válást, nyilván a Zwingert. A Zwinger a képtár, a dresdai képtár, ahol csodálatos művek vannak, és persze ott is jártam. Mi inspirálta az első versedet? Sőt, mást érdeznék. Mi volt előbb, a festészet vagy a költészet a te életedben? Igen, a festészet, mindenek fölött a festészet. Úgy szívem mélyén inkább festőnek tartom magam. Ha így lehetne választani, akkor inkább oda húz a szívem. Bár ez a kettő egymást az én lelkemben nem nagyon tud elválni egymástól, ugyanis amit a festészetben nem tudok kifejezni, sajnos nagyon sok olyan dolog van, az kénytelen vagyok a versenybe prezentálni. Tehát a festészet volt előbb, és ez úgy történt, hogy már voltak kiállításaim, és a művészettörténész dr. Vitéz Ferenc barátom, aki többnyire ő tartotta a kiállításon megnyitóit, felkapta a fejét, hogy a meghívókon mindig van egy rövid vers, és kérdezte, hogy kitől van ezek az idő. És én mondtam, ezt én szoktam magamnak kreálni ezeket a verseket, de nyilván már voltak nekem versen, de csak fiókba, meg novelláim is fiókba egészen mélyen elrejtve. És ő biztatott rá a Vitéz Ferenc, hogy próbáljak önállóan írjak verset, és hát, ha lesz ebből valami. Esti sóhaj. Talán kitalálom, hogyan születik az álom. Emelkedő lágy árnyék, amiből még könnyedén kitalálnék, majd tükör előtt szemlélődik, ahonnét nem jön fény, a hetedik csillag. Szűz kapuimat mezítláb nyitom, az idő áll, megreked egy lombvédte falon, ketyeg a csend. Súlytalan lesz az összes fájdalom. Méretlen pályára tér az idő, billeg a fény, szöges ellentétekre vetül,
testetlenre vált minden, a lét elfelejt emberül. Hány évesen írtad az első verset? Fú, hány évesen írjuk az első versünket? Hát nem tudom, olyan 18 éves korom körül volt az is. De inkább, megvallom őszintén, inkább prózás voltam, tehát inkább prózát írtam. És talán mi? Az volt az első prózám, elnézést. Én kérek elnézést. És mi inspirálta az első írásodat? Hát az is a szerelem. Tehát még abban a fiatal korban az ember nem lát túl, csak a megmaradunk a szerelemnél. Persze felnőtt korban is, most is írok szerelmes verseket, vagy egy bizonyos múzsához szóló versek vannak, elég sok. Hogy mi inspirálja az embert, mikor mi, néha a politikai helyzet, bár hál' Istennek nem vagyok otthon, de a napi helyzet, a cunami, épp a napokban volt, tehát a cunamival kapcsolatban írtam egy verset, és nem is lett talán rossz, saját megítélésem szerint. Egy főszerkesztőnek ki bírálja el a verseit? Én a Híttudom főszerkesztője vagyok, és ez azt jelenti, hogy én megengedhetem magamnak, hogy feltegyem a főlapra a versen, de ez nem így történik. Nyilván feltehetném, de nagyon sok kritikus szem figyeli ugye a főszerkesztőt. Mindig meg szoktam beszélni a szerkesztőkkel, megmutatom nekik, hogy mit szóltok hozzá, esetleg mit csiszoljuk. De ez oda-vissza történik, ez mindig így történik nálunk, hogy nem... Én azt gondolom, ez lenne mindenkinél az egészséges, hogy megbeszélni. Vagy ha nem is beszélni, meg pihentetni a verset, pihentetni az írását, és miután eltelt az a néhány óra, néhány nap, néhány hét, akkor újra olvasná. Ha újra olvassa, minden bizonyára rengeteg kihúzni való van benne. Merítő. Csapdába zuhan a tarka látszat. Fáradt kényszer vesz körül. Drapérjának hit porfogó mögött a szüntelen csend tolmácsa örül. A vágy, mint kűrült mondani való hallgat. Földszagú lelkemre telepszik a hűséges harmat. Egy-egy szín magánya. Az idő bennem lohol, fukar kérge habozik, majd összeomol, míg a tükrök mezítelen síkjára fénytelen álmom öltözik. Ekkor sarkokig ragyog, mesztelen pupillákkal büntetve, zizeg az anyag, eloldalog a skatúja. Megvagy. Megtaláltalak. Ugye a Hét Torony ez egy internetes irodalmi portál. Hogyha valaki nem főszerkesztő, és laikusként úgy gondolja, hogy ön most szeretne feltenni egy verset erre az oldalra, milyen lehetőségei vannak? Tehát nálunk regisztrálni illik. Nem kell feltétlenül, hogy szerző legyen. Tehát akár jöhet hozzánk vendégként is, olvasgathat is, nem kényszerítünk senkit az írásra. Ez úgy történik, hogy hozzánk a szerkesztőségbe ír egy levelet, a www.héttorony.hu, ha kikeresi, már ottan van egy ilyen vezető, hogy is kell ezt csinálni, és aztán kér egy kódot, és a szerkesztő, egy rövidke önéletrajzot is azért, mert épp azért van ez így, hogy megelőzök azoknak az embereknek a regisztrációját, akik nem azért jönnének hozzánk, hogy irodalmat olvassanak, vagy írjanak, hanem egyéb másokok miatt. Sajnos számtalan portálon lehet látni, hogy elrontják, belerondítanak egy-egy normális közösségbe emberek.
Mit gondolsz, mert lehet ma Magyarországon tisztán a költészetből élni? Hát nagyon kis százalék, aki meg tud élni. Én 2006-ban jártam Írói Akadémiára, neves írók, költők voltak az előadók. Ők úgy éltek meg, hogy elhallásból meg éreztem, hogy a színház adott nekik munkát. Tehát kaptak innen-onnan munkát, de nem dőzsölnek az életbe. Tehát nem az a Mercedes-el, hanem metróval járó emberek voltak megélni. Csak ha olyat írsz, ami most a népcsáncsok. Ahhoz meg nem kell feltétlenül, hogy irodalmár vagy költő légy. Elég, ha a neved adott hozzá, béríró, az meg megírja elég szépen. Lenyomat. Ki utolsónak marad-e földön, 4,5 milliárd éves börtön tulajdonosa lesz. A korábbi halványok más és más reklámok dudváit öntözik, beugrókra váró szerepek sora szomjaz, s a pláza vetítővászna fényévnyi távolságra fakul. Az idő remeg, megszűnik a Benjamin s a Mogul. Mire vagy a legbüszkébb, mint költő? Nagyon büszke vagyok a Hét Toronyra. Ha röviden vázolhatom, hogy is van ez, a Hét Torony irodalmi portál vezetője Verő László volt. Ő alapította, és 2006, most voltunk 5 éves, 2006. június 3-án, és egy fél év múlva sajnos itt hagyott minket. Én akkoriban regisztráltam a Héttalánál, nekem egy festőtársam, az Országos Képző és Iparművészeti Társaság tagja vagyunk, és ott az alelnök, a Kodai László ajánlotta, hogy Attilám, te szoktál írogatni, nézzél itt körül. Valószínű azért, hogy hagyjam a fenébe a festészetet, jobb, ha inkább írok. És regisztráltam, egy-két íráson be tettem, és inkább a prózát szerette Laci is, meg ott a többiek is. A lírám talán most már jobban szeretnék, akkor még elég olyan nem olyan volt, mint amilyen most. Talán ennyit mondhatnék. Tehát a Verő László, hogy itt hagyott minket, akkor volt egy bizonyos ideig káosz, mert akik ott a Lacihoz közel álló emberek, szerkesztők, meg közel álló barátok voltak, azok, hát nagyon csúnya szó ez, de széjjel húztak azonnal. Nem tudták, hogy ki lesz a főnök, és a végén a főszerkesztő helyettes hölgy lett a vezetője, és engem megtett szerkesztőnek, nem azért, mintha én valami csoda lény lennék, mert én vagyok erre a legjobban kitalálva, hanem azt tudta, hogy hajthatatlan vagyok, meg Laci engem szeretett, hogy hát, ha én túlviszem ezen a krízisen a dolgot, és ahogy szerkesztő lettem rá, Éva már nem is bírta tovább, mert olyan sok negatív levelet kapott, hogy felajánlotta nekem, hogy vagy én leszek a főszerkesztő, vagy a tornyot bezárjuk. Tehát akkor ő bezárja az ajtót, és akkor nincs torony, vége. Hát, végre van egy hely, ahol jól érzem magam, zárjuk be, és akkor én lettem a főszerkesztő. Tehát ez ilyen hirtelen gyors siker volt. Nyilván nem tudtam, mit vállaltam, akkor nagyon-nagyon zöldfülű voltam. Hál' Istennek a rosszak el voltak mással foglalva, és engem hagytak dolgozni. És akkor felépítettünk ugye közösen a szerkesztőkkel, meg egyáltalán a torontagokkal egy ilyen tornyot, amire nagyon-nagyon büszke vagyok. Szoktunk tartani felolvasóesteket egy évben 3-at,
Az első mindig Debrecenben van, ott a verődíjat szoktuk átadni. Van egy prózás, meg egy lírás, rendes plakett, oklevél. Nagyon szeretjük egymást. Az utolsó mindig Budapest, vagy Budapest környékén szokott lenni. A nyári, az meg valahol vidéken. Tehát Debrecen, kora tavasz, nyár az valahol, most két helyen lesz, az két hely, az egy kis település a Balatonnál, és aztán úgy néz ki, Gödöllön lesz a, tehát ez itt lesz nem messze, a téli. Árván, úgy elfutottál, míg hallgattam volna csörgedező szavaid, ajkat te vágytam, nem ölelt már ágyam. Te hagytál mást, csak mindent, ami nélküled hamis. Elloptad belőlem összes magad, s beléd vesződtem magam is. Végezetül megkérdezném, hogy mi az életcél? Mi az életcél, mint főszerkesztő, mint festő, mint író, mint magánember? Nagyon el vagyok foglalva, tehát itt a feleségemmel ma hajnalban, hogy jöttem, beszéltük, hogy Isten, mikor fogunk tudni elmenni nyaralni, mert ő a Vöröskeresztnél dolgozik, meg is nagyon sok munkája van. Nekem a vállalkozásomban rendkívül sok feladatom van. A célom, hát ezt így továbbvinni, meg továbbadni. Tehát nálunk nagyon sok fiatal írni szerető emberke van, akiket támogatunk. A festészetben ugye ezt is szeretném, hogy valamikor majd valaki összegyűjteni, és akkor majd miután nem vagyok azért tiszteletben tartva, elraktározná valahol, és olykor-olykor kiállítanak. Hál' Istennek tényleg a családom nagyon jó harmóniában vagyok, a feleségem elnézi ezt a sok-sok mindent, ami persze nem könnyű neki, de megpróbálom valahogy kompenzálni, nem tudom, kedvességgel, szeretettel, ígéretekkel, hogy igen, majd most már megyünk. Így menjen minden tovább. Ha így megy tovább, én boldog leszek továbbra is, azt hiszem. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm, hogy megtiszteltetek.